Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel május 30-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Satabisa holdházban van, ami lefordítva 100 örömet, 100 gyógyító erőt vagy 100 félelmet jelent. Tulajdonképpen ezen a területen, ahol a hold most mozog, vannak csillagok, amik szerencsét hoznak. Ez jelentheti ezt a 100 örömet. Viszont, ha nem hiszünk ebben, akkor itt vannak a gátlások, és megjelennek a félelmek. Ezért mondjuk ezt a holdházat így, vagy 100 öröm, vagy 100 félelem, attól függően, hogyan viszonyulunk a dolgokhoz. Ezen a napon a hold és a nap egy kapcsolatban áll, de ez kellemetlen. Ez lehet egy kihívás. A hold az jelenti gyakran az anyukád vagy az anyai témákat, a nap pedig az apukád. Lehet, hogy a szülők között van ilyen feszültség, vagy vannak gyermekkori emlékek, és ez váltja ki ezt a belső feszültséget. A hold Vénusz bolygóval is egy kellemetlen kapcsolatban áll, és itt a hold és Vénusz bolygó között más témákról is szó lehet, hiszen Vénusz bolygó jelent bennünket, hölgyeket, hogy valaki megbánt bennünket. Itt van egy kis belső feszültség. Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi témákat is. Lehet, hogy ott is vannak most kellemetlenségek, különösen, ami az érzelmeket jelenti, de mivel a hold jelentheti az anyukát is, az lehet, hogy az ő anyukája beleavatkozik most a dolgokba, emiatt van ez a kellemetlenség. Viszont van jó kapcsolat is Mars bolygó és Merkur bolygó között, ami jelentheti az életerőnket és a cselekvéseket, így előre mennek a dolgok, be tudjuk bizonyítani magunkat. Mars bolygó az utal a férfiakra is, és Merkur bolygónál ez lehet egy szerződés, ami a férfiaknál előnyt jelent, vagy Merkur bolygó utalhat a kommunikációra, és a férfiaknál ez is előnyös lehet. És megnézzük most azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatát felül látjuk, ahol megjelenik a gyermek és a nap. Az utalhat az ő gyermekeire, hogy látni akarja a gyermekeket vagy unokákat. A gyermek jelentheti azt is, hogy gyermekekkel dolgozik, és ezen a területen sikerei vannak. A gyermek jelentheti az ő ártatlanságát, megbízhatsz benne, hiszen a nap jelenti azt, hogy kimondja a valóságot. Ez a terve, ez a gondolata. Az ártatlanság azt is jelentheti, hogy te vagy ártatlan, erre ő rájött. A nap megvilágítja ezt a témát, kiderült a valóság, és ez az ő gondolata, valamit jóvá akar tenni, ami kettőtöket illet, és a gyermek utalhat egy új irányra, a nap meg megvilágítja ezeket a témákat.
Az ő érzelmei bal oldalon láthatóak. A hegy az jelenthet egy hegyvidéket, és a hajó az utazást, hogy tervez veled egy kirándulást a hegyekbe. A hegy jelentheti azt is, hogy valami még nyomasztja őt, lehet az ő hideg-rideg tartása. Előfordulhat, hogy te a múltban mondtál neki valamit, ő megsértődött, ezért van részéről ez a hideg-rideg tartás, hiszen érezteti ezt veled, de ott felüllátható a gondolataiban, hogy ártatlan vagy, ártatlan voltál, és most kiderült az igazság, és pontosan ezt szeretné jóvá tenni. És a hajó jelenti a reményt, az is lehet, hogy tervez veled egy utazást. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható, ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, ő észrevesz téged, megbecsül téged, látni akar téged, tervez egy találkozást, és ez a találkozás szerencsét hoz, hiszen ott alul megjelenik a négy levelű lóhere. Hogy jelenleg mi az, ami összefűz benneteket, ezt jelenti az I betű, hogy számodra ez mit jelent, egy fogalom, egy név, vagy egy város, vagy egy ország, azt leírhatod a kommentárban, köszönöm szépen. Ami nekem eszembe jut, Irén, Inge, Ilona, Imre, Igen, Izsák, Isaszeg, Isztambul, Innsbruck. Hogy neked mit jelent az I betű, azt leírhatod a kommentárba. A régi írásmód, az úgy nevezett rovás írás, az középen látható, ennek van egy szimbolikus jelentése. Ez olyan, mint egy mérleg, de az egyik fél az súlyosabb, a másik könnyebb, így most hiányzik az egyensúly. Ez utalhat a te belső egyensúlyodra is. Vagy itt mérlegelni kell a dolgokat. Ilyen régi írásmód van a német nyelvű területen is, ők ezt rúnának hívják, és a rúna kártya az alul, bal oldalon látható. Hasonló a szimbólum, mint a magyar betűknél. Itt egy homok óra van, az idő telik, vagy eljött annak az ideje, hogy mérlegeljük a dolgokat, tegyünk valamit, vagy legyen egy találkozás, amikor a sors utak kereszteződnek. A napi energia az jobb oldalon látható. Én ezt a kártyát nagyon érdekesnek tartom, hiszen ez a hölgy az ablakon jön be. Ez lehetne egy tolvaj tulajdonképpen, de nem hiszem, hogy ez a hölgy el akar lopni valamit. Inkább azt jelenti, hogy hazajön. A kérdés az, hogy miért az ablakon jön be, és miért nem az ajtón. Ez azt jelentheti most számunkra, hogy nyissunk ki egy új ajtót, ami olyan különleges, más, ahogy mi eddig úgy ismertük. Lehet, hogy ez nyújtja a lehetőséget. A hölgy kezében van a gyertya, valószínű, hogy már este van, és a gyertya megvilágítja a dolgokat. Én úgy érzem ennél a képnél, hogy keres valamit, vagy keres valakit. De nem akarja azt, hogy mások hallják azt, hogy ő az ajtón kimegy, hanem inkább az ablakon keresztül ment ki, és jön vissza. Ezt az utat választotta. Lehet, hogy számunkra is fontos, hogy egy új utat választunk, amit eddig még talán nem ismertünk, de lehet, hogy pontosan ez nyújtja most a lehetőségeket.
És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Ha tetszett a videó, akkor örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy jelentkeznél a csatornámra, vagy lájkolnád a videót. Nem csak a véleményedet írhatod le, hanem azt, hogy minek jött el az ideje, miért húzódott ő vissza, miért volt ez a hideg, rideg tartás, és miért az ablakon jössz most be. Az ablak az jelentheti az internet kapcsolatokat is. Lehet, hogy most ennek is van egy lehetősége, és ha keresel valakit, keresel kapcsolatokat, akkor most itt a gyertya ezt megvilágítja, tehát megvan erre a lehetőség, hogy szép baráti kapcsolatokat kialakíthass az interneten keresztül. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!